Legutóbb Ibrányban, most pedig Nyírszülősön rendezik meg a második népművészeti fesztivált. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztató Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, miért tartják fontosnak a fesztivál támogatását. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak Nyíregyháza frekventált helyszínein, a Múzeumfaluban, az Ostron vagy éppen a Kossuth téren legyenek kulturális és gasztronómiai programok, hanem a külső város részekben is, ez immár hagyomány Nyírszülősön is, és örülünk annak, hogy az Egyesület, a Népművészeti Egyesület bennünket választott, és a Nyírszülősi Közösségi Térben lesz megrendezve a kézműves találkozó, amely megyei kiterjedésű, tehát valamennyi egyesület részeszebben ennek a szerzésében, és várjuk a vendégeket Nyíregyházáról, de éppen a megye minden településéről. A nap folyamán régi időket idéző dallamok, táncház, népi játékok, kézműves foglalkozások és élőszavas mesemondás is várja az érdeklődőket. Az Egyesület egyébként heti és éves szinten szervez programokat és szakköröket. Heti szinten van csipkekészítő, nemeszkészítő, szövő, fazekas, kerámikus, kosárfonó, fafaragó és gyöngyfűző szakágak. Ilyen az országos és nemzetközi kovás találkozónk, a fazekas kerámikus szaktáborunk, a fafaragó táborunk és a textiles konferenciánk. De úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol több népművészeti szakágat is meg tudunk szólítani, és több népi mesterséget is be tudunk vonni ebbe a programba, és a vármegyékben lévő népművészeti egyesületeket is meg tudjuk szólítani. A minden évben más-más helyszínen megrendezett fesztivál a népművészet valamennyi területét kézzelfogható közelségbe hozza a látogatók számára. A mesterek valós tárgyalkotás közben mutatják be a szakterületük munkafolyamatait az érdeklődőknek. Eléggé különleges alkalom lesz ez, még ilyen jellegű rendezvény nem volt itt megrendezve, hogy egy csokorba gyűjtjük össze a megye népművészeit, és ők fogják megmutatni a nagy közönségnek, hogy hogyan is kell elkészíteni egy kosarat, vagy hogyan kell megfaragni egy oszlopot, és aki majd kedvet kap hozzá, akkor őt majd segítjük a továbbiakban, hogy tud eljönni hozzánk majd a műhelybe, vagy akár a székházunkba is, ahol további információkat kap, ha ezt választja a hivatásának. A fesztivál szeptember 20-án pénteken 10 órai kezdettel Nyírszőlősön a Kollégium úti közösségi parkban rendezik meg. Az ingyenesen látogatható eseményre az érdeklődők mellett a helyi iskola és óvoda növendékeit is várják a szervezők.